Mie nem vele galánta együtt, egy gyűjtő ember. Kész, egyszer. Kettő. Milyen emberek a ránta időszak? 1976-ban volt neki egy kiállítása. Ez a harcos kiállítás. Na, tehát akkor találkoztam a Gyurival igazából, mert ők a... igazából nem. Voltak jó az a szitákat, tulajdonképpen ez a tőle tanulat, hogy ő csinálta a szitákat. Na, akkor ez a kérdés, amikor bejutunk piágatunk, és akkor marha jött beszélgetni. Tehát ez olyan 76-tól vagyok úgy jóvalóra, hogy egy élő a kapcsolat. Ugorjunk 10 éve, ugye 10 évet hozzá. 76 után meg 86. 86-ban én a VHK-ban dolgozgattam, egy új még az előző szobrokat csináltam. Tíz éve később, 1986-ban mi történt? A VHK szobrokkal. Akkor azt mindig érzett, hogy egy óriási buli volt, és eléggé el van felejtve, hogy ünnep pont ez a szobrász mellói. Pedig van a fontos, hogy akkor már bőven működött az ellenzék, az ellenállás. Mondjuk megint 10 éve tudom, hogy nem 96, 90 valamikor kaptak, korábban kaptak, nyugodtak a körvejzével. A vízummal, az éjjel van érszüldé. 89-ben. Gyuri, azt mondja, hogy Nyugat-Berlinben én meg könyveket csináltam, én pedig úgy voltam ki Nyugat-Berlinben. És ott találkoztunk, szerintem a Dieter Wagner is ott volt, ez egy könyvvédjek volt, és akkor könyvet vettünk elég sokat, mert mindegy. De akkor voltam ott, pont a Gyurinál, fent, amikor felmentem a Gyurihoz, vagy a Dieter Wagnerrel, vagy a cimborámmal a Szent Émai Bandival, amikor Gyuri megkapta a munkácsi díjat, az 89, mint tudom. De nem az érdekes, mert a fönt azt láttam, hogy egy tonna ottó katalógus van az asztalán, és közöket vagdos ki belőle. Hát azt mondta, hogy rendben van, hát az érdekes az volt, amikor utána mi eljöttünk, és leültünk arról beszélgetni, hogy mit jelent a lábköz. Azaz a Gyuri hívta fel a figyelmet, hogy milyen fontos dolog ez a lábköz. Ezt mondjuk velem, hogy a lábköz milyen lényeges, jelentős dolog. Most az arra érdekes, hogy pont akkor kaptam a munkácsi díjat, amikor felmentek, akkor telefonált neki az Ági, hogy megkaptam a kicsit, hogy akkor át röhögtünk rá, hogy szörnyű tulajdonképpen, mert tudom, mondtam, hogy ez egy német haverjának, hogy ez egy jelentős művészeti díj Magyarországon, és nem értették a lábközt, és azon, hogy három órát, egy fél éjszak azt magyaráztam, hogy a lábköz a világ legfontosabb dolga, és ezt eddig senki nem vette észre. Na, tehát tulajdonképpen ez a három olyan fontos dolog, ez a három évszak, ez pont jelzi is azt az időszakot, amikor tényleg ez az egész ellenzékiség, mint amilyen itt nagyjából volt, még legyogóan működött. Most a Mélárcon nem akarok beszélni, mert a világos, meg a Balaton-Bogláron, meg minden. Ezek érdekesebb, mert ezeket szerintem kevesen említik, ezek pont ezt a három action. Na most a dolog érdekessége az, hogy én képregényeztem a 80-as években. Már illusztrálgattam a Galaktikát, de hát ezek nem mindegy, a képregény nem jelenhetett meg, pláne egy avantgárd képregény, az új szimpóziónnal, mit le. És az olyan, amikor a Gyuri azt mondta, hogy figyelj, hozd el, és az archívumban megmarad. Úgyhogy a legelső képregény változat, ami készült, a legelső igazából az archívumban készült. Hogy legyen meg legalább valahol, aztán 95-ben vagy 15 később megjelent. Látok, hogy az, hogy ki a Galaktika Gyuri, de Gyuri egyszer a szita, ami nagyon fontos. Úgy nevezett Galaktika Gyuri a szita. Hiszen az egész ellenzék nem működött volna, ha nincs a szita. Hiszen a szita volt a legfontosabb dolog, ami működött. A másik az archívum, a gyűjtőember, és a harmadik a lábköz. Hát nekem ez a három dolog a Galántai Gyuri. Ha ezt kérdezted, akkor nekem ennyi, meg különben marha jó ember, jó cím, jó barát.